Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, hát idén a járványhelyzet miatt elmarad a hagyományos városháztéri október 23-ai előadás, helyette viszont megszületik Matúz János rendezésében a Szemek című tévéjáték, amely az 1956-ból fennmaradt fehérvári dokumentumokra épül, vendégem pedig Matúz János, író és rendezőként. Tisztelte, köszöntelek. Jó estét kívánok. Nos, hát egy kicsit beszélgessünk a múltadról, hiszen 2012-ben érkeztél meg ide hozzánk, és ha a most a Vörösmarty Színházat hagyjuk, ugyanakkor azt tudnunk kell, hogy a három jelentős nemzeti ünnepünkön március 15-e, augusztus 20-ra és október 23-ára gondolok, és az utca, illetve a tantermi színházak középiskolásoknak is a te nevet fémjelzi. Nos, hát itt volt március 15-én a forradalmi színek, a márciusi ifjak, az együttverő szíveink, az őrzők, augusztus 20-án ugye a koronázási játékokon túl tavaly már egy nagyszerű előadással gazdagodtunk, október 23-án pedig a tiszta szívvel, a magyar advent, és most itt van nekünk a Szemek, és mielőtt beszélgetnénk, nézzünk meg egy nagyon-nagyon rövid bejátszást az elejéből, mert azt hiszem, hogy ez egy korszakos történet. Volt egy nemzedék, amely úgy döntött, hogy nem akar többé lefüggönyözött ablakok mögött élni. Egy nemzedék, amely azt mondta, a szó már nem elég. Nem voltak tábornokaik, nem volt hadseregük, sem haditervük. Csak ökölbe szorított kezük és tiszta szívük. Nem volt még harc reménytelenebb. Nem volt még siker nagyszerűbb. Ők vitték véghez, az 56-os nemzedék. Róluk szól ez a történet. Kevés ilyen történet van, érdemes arra, hogy az emlékezet templomában gyertyát gyújtsunk neki azzal, hogy elmeséljük. Nos, a film bemutatója október 23-án lesz, pénteken 19 óra 20 perces kezdettel. Én 4 esztendeje a 60. évfordulón úgy fogalmaztam, azt írtam, hogy a lyukas zászló nem pusztán bot és vászon, hanem szimbólum. Két emberöltön át őrzött kincses láda takarója, amit több mint 3 évtizeden át hamissággal firkáltak tele, hogy aztán az újkor és nemzedék, amik köztünk élő hősökkel együtt patyolattisztára mossa és gyöngybetűkkel jegyezze rá gondolatait, hogy aztán ismét büszkén emelhesse magasba. Azt hiszem, hogy az a gondolatsor, amelynek mentén megszületett a Szemek, illetve minden esztendőben ez az október 23-ai visszatekintő rendkívüli méltóságot és felelősséget hordoz. Honnét jött az idei gondolat, hogy egy kicsit másként mutasd meg olyan fiatalokkal és kevésbé fiatalokkal és olyan címmel, ami alkalmas arra, hogy valóban büszkén emelhessük magasba? Az egyik októberi előadásom premierjén már valahogy sejtésszerűen megfogalmazódik bennem a következő előadás alapötlete. Így volt ez idén is, amikor a tavalyi előadást a Széchenyi szakgimnázium diákjaival megcsináltuk az elnémult harang fölött, akkor eszembe ötlött, hogy Szemek. És eszembe ötlött, hogy Kodolányi gimnázium. És onnan akkor tudtam, hogy a következő egész évet az októberi ünneppel kapcsolatban ennek a kikutatására fogom szentelni. Minden évben egyre jobban és jobban belevontam a fehérváriságot ebbe az október 23-ával kapcsolatos ünnepkörbe, ami egyébként a dokumentumok szerint túlnyomó részt egy pesti történet. A legfontosabb, leginkább emlékezetes események a vidéki sorcvizeken kívül nyilván Pesten történtek. Én pedig azt gondoltam, hogy Fehérvárnak lett annyi történelmi puvoárja 56-tal kapcsolatban is, hogy illik nekünk itt Fehérváron, fehérvári szemszögből feldolgozni az eseményeket. Így is történt, ugye a hat mártírhalált sortűz áldozatai közül minden évben egyet-egyet név szerint is kiemeltem,
hogy Versigyenne Bélától kezdve Bunti Józsin keresztül elkezdjenek forogni ezek a nevek a város emlékezetében. És idén szerettem volna azt elérni, hogy kifejezetten egy ilyen doku ballada műfajban próbáljam meg nagyon közel hozni Fehérvárhoz az 56-as eseményeket úgy, hogy Fehérvárról nézzük a Pesti és Pesten keresztül az országos eseményeket. És kiderült, hogy Fehérvár nyilván a valaha volt szakrális fővárosi nimbuszából kapcsolódva, ahhoz kötődve is, nagyon is alkalmas arra nézőpontra, hogy mindent egy kicsikét a fehérvári látószögön keresztül nézzünk meg. Így lett a szemek. Ez egyfajta misszió mindenféle értelemben, és óriási kihívás. Melyek voltak a talpontjai ennek a történetnek? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy valahol elindul, és valameddig tart. És nem csak a nézőt kell ebben az értelemben ébren tartani, hanem rádöbbenteni arra, hogy mi minden történt akkor, milyen gondolatok mentén született meg. Van egy sorvezetője az írásnak, és van egy sorvezetője a létrehozásnak. Az írásnak a legfontosabb sorvezetője az, hogy már a 16-os 60. ünnep alkalmával megegyeztünk abban, hogy 56-at két részre lehet bontani. Az egyik az október 31-ig történő felívelő korszak, a második rész pedig a gyászmise, november 1-től 4-ig a szabadságharc gyakorlatilag leverése. Ezért gyakorlatilag az összes október 23-ai megemlékezés mégiscsak egy ilyen gyászos, rekviemes hangulatban zárul, mert dacára minden emberi erőfeszítésnek jön a valóság, és gyakorlatilag eldönti az ügyet. Így hát nincsen semmi felemelő az 56-os eseményekben, miközben fantasztikus és felemelő dolgok történtek. Úgyhogy én azóta, 16 óta minden évben dramaturgiailag az 56-os forradalmi szabadsághoz csúcspontjáig viszem el a történetmesélést, addig a pontig, amíg úgy nem dönt egy ország, hogy neki elég volt, és fölvillan a szabadság lehetősége. Aztán pedig a műsoron kívül a következő napokban jön az esős november, és a politikusok esőben megkoszorúzzák az emlékműveket. Igen, nem voltak tábornokaik, nem volt hadseregük sem, haditervük, mondott, csak ökölbe szorított kezük és tiszta szívük. Azért mondom, hogy rendkívüli felelősség egy ilyen film, mert óhatatlanul is azt tapasztalom én, hogy egyre kevesebbet foglalkozunk ezzel. És a fiatalságnak pedig óriási szüksége van rá, hogy példaképet lásson, és a példaképeket pedig egy a hasonló történet mélységének megismerésen keresztül tudja magáévá tenni, ha úgy tetszik. Szerintem idén sikerült a legtisztábban megmutatnom azt, hogy azt a folyamatot, amikor öntudatlan, világra nyitott, tiszta szívű, játékos kedvű gyerekek gyakorlatilag néhány év elteltével fegyvert kell, hogy fogjanak, mert az olyan a helyzet, hogy a legőszintébb, legösztönösebb elemi tapasztalatok alapján nincs más lehetőség. Ők nem fegyvert akartak fogni, hanem nem volt más lehetőség, ha a szuverén gondolkodású mentén, mint az, hogy ezen változtatni kell. Tehát ugye az az érdekes, hogy nagyjából egy általános iskolás korú csapat lesz az, aki 56-ra, a 18. születésnapja környékére 56-ba fordul. Tehát valójában ez egy generáció eszmélése, egy generációja, aki a háború poklaiba, a pusztulásba, a leomlásba, az elvételbe, az óvóhelyek magányába és a harci zajba születik bele. Az ő játszótárjuk az tulajdonképpen ez, és amikor kimennek a nagybetűs életbe, akkor azzal az elemi vágyjal lépnek ki az életbe, hogy nem akarnak több háborút, és ők az életet a maga teljességében és szépségében szeretnék megélni, ahogyan azt nekik a szüleik 45-ben a háború után megígérték. Nos, ha azt tekintjük, hogy március 15-én, most kihagyom augusztus 20-át, de március 15 és október 23 is, tehát remekül indult, és gyászos véget ért,
És ha azt nézzük, hogy mennyit fejlődtek azok a fiatalok, akik ebben szerepeltek, nekem van szerencsém visszatekinteni, és én azt mondom, hogy egy olyan generáció nőtt fel a kezed alatt, akik valóságosan tudják megélni ezt a két jeles ünnepet, október 23-át, és most nem akarok nevekkel dobálózni, de számtalan nevet tudnék felsorolni, hogy nagyszerű emberek lettek belőlük, tehát nem feltétlenül színművészek, olyanok, akik ma is tartják a tőle tanultakat. Ez mennyire lehet cél? Mennyire figyelette így visszamenőleg ezt? Ez egy abszolút nagy személyes büszkeségem egyébként, és elégtételem, hogy nagyon tisztán gondolkodó, egyenes, gerincű és nagyon kreatív, tehetséges emberek jutnak innen tovább az ő saját életpályájukra. Ami ebben őket segíti, a közösen megélt közösségi szellemben létrehozott előadásainkon kívül az az, hogy azért mind a két fajta ünnepnek, tehát októbernek és márciusnak is van egy nagyon határozott, egyenes vonalú felfelévelő dramaturgiája. Ezt a dramaturgiát pedig évről évre Cserta Balázs hihetetlenül invenciózus zenéje segíti elő. Nem győzöm elégszer mondani és mindenhol, hogy Cserta Balázs nélkül ezek a színpadi, utcaszínházi előadásaink közel nem ennyire hatásosak. Tehát az, hogy a fiatalok számára a történetmesélő dinamikáján kívül mennyire fontos a zene. Tehát számtalanszor megéltem azt, hogy a zene sodrásán keresztül kezdték el megérezni az egyes jelenetekben zajló belső dinamikát, belső erőt és belső tisztaságot. És mivel minden egyes előadásunk egy folyamatos crescendo zeneileg is, ezért tulajdonképpen ők a próba folyamat során, legyen az tévéjáték, vagy legyen az éppen kinti színpadi előadás, egyszerűen belesodródnak ebbe a történetbe, és elemi szinten, zsigeri szinten kezdik el megérezni azokat az erőket, ami a valaha volt akkori kortársakat mozgathatta. Térjünk vissza a szemekhez. Miként választottad a Kodolányit, hiszen esztendőről esztendőre más középiskolásokat varázsolsz el, és teszel hívővé ilyen értelemben. Mióta nincs saját kvázi társulatom, tehát nem egy zárt csoporttal dolgozom, több iskolából való kiegészítő diákokkal, hanem most már évről évre egy-egy iskolai közösséget szólítok meg, és kérem meg, hogy dolgozzunk együtt. Ezért én mindig készanyaggal dolgozom. Valahogy azért elég jól feltérképeztem az elmúlt években a fehérvári középiskolák stílusát és potenciáját, és tényleg valamennyi iskolának saját nyelve van. Tehát ha az ember ismeri a saját iskolák nyelvét, akkor körülbelül sejti azt íróként, hogy mi áll vagy állhat jól nekik. Így gyakorlatilag a szemeknél tudtam azt, hogy ott van két nagyszerű drámatanár, a Lápos Anita és a Bobori Mihna Boglárka. Tehát nekem van két egy különböző életkorú csapatom, egy általános iskolás, nagyon jó minőségű színpadi csoport, és egy középiskolás, nagyon magas szinten működő színpadi csoport. Aztán évről évre láttam azt a Boltárból Tündei Király programban, a Kodolányis produkciókban, hogy ők rengeteg vizuális effektet használnak, nagyon jól használják a videóanimációt. És akkor azt gondoltam még annó Covid előtt, hogy ott lesz az elnémult harang előtti színpadon, amögé teszünk egy óriási LED falat, ahol gyakorlatilag egy nagyon, nagyon vonzó és nagyon különleges vizuális világot fogunk föltérképezni, és erre a dologra csak a Kodolányi volt alkalmas. Milyen volt a próba folyamat? Kiválasztottak a főszereplők, bár itt mindenki főszereplő, ha úgy tetszik, nem csak a diákokra gondolok, hanem nyilván a felnőttekre is. Muszáj elárulnunk kulisszatitkot a dologra, és ezzel le is leplezzük egyébként a nyulat a cilinderben. Az október az mindig azért sokkal nehezebb egy iskola életében, mert ugye szeptemberben indulnak a csoportok, én nyáron fejezem be az aktuális színpadi játék szövegkönyvét, az augusztus végén elküldöm az iskolákba, és szeptember elején elkezdünk próbálni. Majd október közepén bevonulunk egy próbaterembe, egy főpróba, és ott szépen az előadást összerakjuk. Tehát van egy 5-6-7 próbaidőnk együtt. Itt pedig arról szólt a történet,
hogy nem lesz elnémult harang fölötti szabadtéri színpadi előadás, hanem tévéjáték lesz. A tévéjátéknak pedig nem 23-ára kell elkészülnie, hanem tehát adáskészen kell arra elkészülnie. Tehát nekünk a televíziós játékhoz a felvételeket 3 héttel korábban föl kellett venni az utómunkák miatt, mint ahogy azt egyébként terveztük volna. Tehát tulajdonképpen itt most az a próbaidő, a tenyészidő, ami ahhoz kell, hogy egy csapat igazán összeszokjon, és át tudjuk venni egymás munkamódszerét, hangulatait, gondolatait, az nagyon megrövidült. Hihetetlen tehetséges gárda volt, mert gyakorlatilag minimális idő alatt sikerült őket arra a helyzetre, arra a szintre hozni, hogy kamera elé álltak, és ez gyakorlatilag szinte kizárólag a két említett dráma tanár. Ugye a lelkedben és a fejedben megvolt az egész, viszont a sok apró részletet kellett összerakni. Ez mennyire ment könnyen, ugye, illetve diák, nehezen? Két nehézséggel szembesült. Az egyik az, hogy ez színpadra íródott. Én nagyon régen nem írtam már mozgóképre. Fiatalabb koromban volt egy hosszabb időszak, amikor sokat írtam tévéjátékot, meg nagyjátékfilmet is, de nagyon régen nem foglalkoztam már mozgóképpel, és amikor elővette Matóz János, filmforgatókönyvíró, Matóz János drámaíró által írt szöveget, akkor égnek állt a haja, hogy lesz ebből képre fogalmazott tévéjáték, és gyakorlatilag 50%-ban át kellett írni a történetet, pont amiatt, mert teljesen másképp gondolkodik egy háromdimenziós színház, meg egy kétdimenziós film. És amikor ez megvolt, akkor a ráérések függvényében, egy bonyolult mátrixban egy gyártási tervet kellett összehoznom, ami azt jelentette, hogy nem lineárisan vettük fel időrendben a jeleneteket, hanem össze-vissza szabdaltuk. Tehát a gyerekek nem úgy volt, hogy elindulnak A pontból és a végén beérnek a Z pontba, hanem össze-vissza ugráltunk a felvételek között, és ott helyben kellett nekik az adott állapotot hozniuk, a profi felnőtt színészeknek. Miként viselték, hiszen ez egy teljesen más munkamódszer, mint a színpad, ahogy már ugye erről szóltál. A kamera az nagy mágus. Tehát abban a pillanatban, hogy azt mondja az ember, hogy forog, vagy felvétel, abban a pillanatban egy mai diák abszolút képbe kerül, és abszolút hozza azt a belső tónust, amitől egy jelenet azonnal jobb lesz és feszültebb lesz. Ugye arányokat neked kellett megszabni, hogy hiszen bekerültek néhány olyan részlet is, amely akkor történt, abban az időszakban, plusz azt hiszem, hogy most nem akarom elmesélni a filmet, de olyan elemek is, amelyek azt hiszem, hogy javára váltak, amit el se tudtunk volna képzelni. Ezek a gondolatok hogy születnek benned? Hiszen ez egy film, mint arról beszéltünk. Nyilvánvaló, hogy egy szabadtéri színpadi játéknál ez teljesen másként hat. De igen. A képernyőn nagyon egységes és összefogott. A színpadi játék nagy előnye, hogy ott egyben jön le a színpadról a játszók ereje és öröme. Ugyanez a tévéjátékban, a vágóasztalon állítjuk elő ugyanezt a fajta érzést. Sokkal bonyolultabb, sokkal áttételesebb módon jönnek létre ezek az eredmények. Mondok egy példát, csak nagyon röviden. Az egyik központi jelenetem az elnémult harang fölött az 1945-ben, amikor gyerekek följönnek az óvóhelyről és azt a szabadság érzését. Egy egész jelenet sort írtam arra, hogy hogyan bontom ki a szabadságot, mint színpadon, azt a fajta játékos könnyedséget, hogyan bontom ki a színpadon. Az egy 6-7 perces komplet jelenet volt. Itt pedig gyakorlatilag egy 15 másodperces futás ugyanazt a dolgot el tudtuk érni. Tehát a filmben rengeteget dolgozom premier plánnal, és hogyha ennek a filmnek én a stílusáról szeretnék mondani, akkor rengeteg premier plánt használok, mert kifejezetten szándékomban állt ezeket a diákokat bemutatni, az arcukat megmutatni, azt a tisztaságot bemutatni, amit egy fiatal, gyakorlatilag még történet nélküli ifjú arc hordoz. Ezek az ifjú arcok egymás mellé téve szerintem ezek adják meg az 56-os gondolatigazságát.
Ugye ez a 64 évvel ezelőtti történéseket idézi meg mindenképpen. Van-e utóélete valamelyest? Mire gondolsz? Tehát úgy értem, hogy van egy konklúzió a végén. Én szeretném a konklúziót a nézőkbe zárni, és ki hozza meg a tehát saját konklúziót. Igen, rájuk bízom. Ugyanakkor egy nagyon fontos gondolata azért van, amit a végén mondok, hogy azoknak tisztelet, akik már nincsenek közöttünk, és azoknak köszönet, akik még köztünk élnek. Tehát nem véletlen, hogy Sinka Jenővel fejeződik be ez a film, ugye az 56-os Fehérvár, a Fehérvári 56-os veteránnal. Én a Jenőtől tanultam meg fura módon 56-ot. Amikor először találkoztam vele, akkor a Sinka Jenő ünnepi díszben volt, és egy fehér kesztyűt volt rajta, és egy hosszú zacskóból kibontott egy zászlót. Az 56-os lyukas zászlóját, azóta is úgy őriz, mint egy gyerekét. És én láttam a Sinka Jenő arcán azt a hihetetlen tiszteletet, örömet, gyermeki bizalmat, amit csak annak az arca sugal, aki megélt egy nagyon-nagyon fontos dolgot, és abban nagyon-nagyon fontos dolgot megtartott. Tehát én, amikor én 56-os dolgaimhoz fogok, nem mondtam még el neki, itt mondom el ez benne a fórumon, én mindig a Sinka Jenőnek ezzel a képével ülök le az asztalhoz írni. Megható történet mindenképpen, hiszen ismerjük Jenő bácsit, és nagyon sokat beszélgettünk erről, és ő az, aki valóban őrzi, és a szívében is, és ki is mondja, hogy mi mindent tanult 56-ban, és mit szeretne átadni. A gyerekeket mennyire viselte meg ez a történet? Ezt kérdezem azért, mert hogy azért mások a hétköznapok, és tudjuk, hogy egy előadásra való felkészülés, ha a színházi előadásról beszélünk, akkor az egy hosszabb idő, itt egy kicsit mások voltak a körülmények, és tehát hogy tudták átvenni azt a méltóságot, ami 56-ot jellemzi? A Covid szorításában, tehát ez megint egy belső info, hogy nem, hogy a Covidot körözött a teljes alkotói folyamat alatt, tehát estek is ki szereplőink menet közben. Úgyhogy az iskolai, a tanároknak, az imént említett két pedagógusnak és az egész kodájának nagy-nagy köszönet, mert lehetetlen határát súrolva tudták a szükséges szerepeket rendelkezésemre bocsátani. Iskolai szorításban, Covid szorításban hihetetlen tempójú forgatás volt, mert nagyon kevés idő alatt kellett nagyon hatékonyan dolgozni, azzal a stresszel, amikor újra és újra kellett venni bizonyos jeleneteket. Az egésznek volt egy ilyen ellenállhatatlan sodrása. Tehát megint az történt, ami egyébként a színház előadásaim végén van, hogy hú, már vége, de kár. Ez ugye, ha az ember ilyen nagy pirosbetűs nemzeti ünnepek valamiféle megelevenítése vagy megjelenítésével foglalkozik, ennek a fénye, ennek az ereje, ennek a tisztasága valahogy mindig az első pillanattól fogva ott lebeg a történet fölött, és azt gondolom, hogy nekünk nincsen más dolgunk, mint az, hogy ezt a fényt, ezt valahogy láthatóvá tegyük. Szívem szerint most felsorolnám valamennyi szereplő nevét, hiszen itt van előttem a Páli Máté, Ránki Anna, Kisbanga, Vértes Csányi Éva alakítások, Balla Emma, Sasa Toci. Egy kicsit beszéljünk a felnőtt szereplőktől, hiszen a Szabad Színház nagyszerű barátunk Balogh Misi is benne van. Az által is említett drámatanárok is szerepelnek, tehát Bobori Mikna, Boglárka, illetve rádiós technikusként Balú Józsit, Samu Miki barátunk alakítja, ugye a Városháza munkatársa, és Szikra Őrnagyot pedig Szűcs Dániel, tehát a felnőttek is ott vannak azért természetesen Sinka Jenő bácsi mellett. Én köszönöm neked, köszönöm nekik, köszönöm a Kodolányi János drámatanárainak, diákjainak, és minden szereplőnek, azt hiszem, hogy ez egy olyan méltóságot is ad majd nekünk, hogy hát meg fogjuk nézni, nem egyszer, többször talán. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen neked is.
És kedves nézőink, önöknek pedig hadd hívjam fel a figyelmét ismételten, hogy október 23-án, pénteken 19 óra 20 perckor itt a Fehérvár televízióban emlékezünk a 64. évfordulóra a Szemek című filmmel Matuz János rendezésében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!